örülök neki, hogy ezt a versenysorozatot mindenféle balesetmentesen végig tudtuk vinni, és nagyon gratulálok nektek, hogy fegyelmezetten és nagyon ügyesen végigversenyeztétek ezt a szezont. Ez egy kezdő szezon volt. Azt hiszem, hogy Almádiba, amikor mi ott leültünk és ezt megbeszéltük, nem hittük volna, hogy ebből egy ekkora versenysorozat lesz, és hogy ennyien itt ünnepelhetjük most magunkat, illetve titeket, akik ezt végigcsinálták. Én szeretném ezt a díjkiosztót azzal folytatni, hogy a Kló úr barátom, aki a verseny bírája volt és segítője is ebben a sorozatban, hogy ő a beszámolót megtartva elkezdjük a díjkiosztót, és nagyon örülök, hogy mindenki eljött. Átadnám a szót Kló úr barátomnak. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a meghívást. Köszönöm azt, hogy valaki ennek a versenysorozatnak a beszámolójának az együttlétét összehozta. Az úgy gondolom, hogy Vörös Józsefet illeti. És az, aki azt mondta, hogy ennek a vacsorára mindenkit nagyon szívesen lát, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy felemelő pillanat, hogy mint első becskék, tulajdonképpen egy gazdafogat hajtó versenyt sikerült az országban először végigcsinálni, uram! Ez egy első becskés dolog, tehát tulajdonképpen hihetetlen. Tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Lucer barátom is mondta, elnézést, és kis becenében szólítom, de hogy balesetmentesen, ez nagyon fontos. Először is kezdeném azzal, hogy vegyük át végül is egy picit a versenyeket, csak egy-két pillanat alatt, jó? Ugyanis volt 6 versenyünk, az első Jászlón volt, Varga István szervezte, úgy gondolom, hogy az első verseny nagyon jól sikerült, amint a képekből lehetett látni, egyből beújított egy vizes akadálya, ami szerintem egy fantasztikus dolog volt, már csak azért is, mert szépen lehetett utána mosakodni, ugye? És tulajdonképpen 18 indulónk volt már az első verseny, ami április 30-án történt, és szerintem egy fantasztikus jó verseny volt. A malacsültről nem is beszélek, mert az egyenesen fenomenális volt, ugye? A második verseny tulajdonképpen Almádiban történt, a Szentesi úr vállalta a rendezését, de nem látom a Szentesi urat. Nauer Sándor képviseli, szintén egy nagyon jó verseny volt, 14 induló állt rajthoz. Volt egy csikós bemutatónk, amit idősebb Horváth László bemutatott, hogy a fogattal hogyan lehet egyből ülfekszik, rejtőzködik, módon a hármas akadálynál megfélenteni a rudast, jól mondom, igen, a rudaslovat. Én úgy gondolom, hogy látványban ott sem volt hiány. Eláztunk kívülről, hát már aki megelázott még belülről is, úgyhogy, de a verseny szerintem ott is nagyon jó zajlott, ezt tényleg köszönhetjük az almádi szervezőknek. A következő volt ugye az öskői verseny, amit az öskői szervezőknek szintén nagyon köszönök, és tényleg egy olyan verseny volt az öskői verseny, ahol percre pontosan minden történt. Szinte fantasztikus volt. Az idő is jó. És nagyon jó volt az idő. Túl jó volt az idő, igen, túl jó volt az idő. Nagyon finom volt a vaddisznópörkölt, ugye? Nagyon finom. 16 indulónk volt, és idősebb Vörös József bemutatta, hogy a négykerekű spenniterrel hogyan lehet úgy közlekedni a pályán, hogy csak a két kerék van lent. Ugye emlékszünk rá, ugye? A pótkerék is néha levegőben volt, mert ott azért a platón utazott. A következő verseny Berhidán volt, hatalmas verseny volt. Én még az életben úgy el nem fáradtam, azt elmondhatom. Szőke Ernőnek köszönhetjük ezt a fantasztikus berhidai versenyt. Mint ahogy most is be vagyok egy kicsit rekedve, ott két napig nem tudtam beszélni utána. Nem volt előtte a edzés. Nem volt előtte a edzés. Volt valakinek edzés volt, igen. A berhidai verseny, annyit szeretném mondani, hogy ha reggelire ugye sült kolbász, ebédre, amikor odahozták a dinnyét, már azt sem tudtam, mit mondjak. És fantasztikus volt ott is mind a szervezés. Egy hatalmas pályát kaptunk, egy nagyon hatalmas pályát. Nagyon jó talajjal rendelkező pálya volt. 21 induló volt csak a gazdafogat hajtó versenyben, de egyes fogattal is indultak.
és ugye ezt még duplán ugye vadászhajtásban, tehát 10 órakor elkezdődött a verseny, uraim, és megállás nélkül délután 6-ig tartott. Úgyhogy aki ezt tett, kihagyta, az nagyon sajnálhatja. És a hintos még nem tudott indulni. És akkor még a hintos így van, ahogy a Szőke úr mondja, még nem tudott. Nem került idő. Nem került idő. Tehát tulajdonképpen egy fantasztikus berlidai csapat jött össze, aki egy hatalmas létszámmal megmutatta, hogy igenis Veszprém környékén, az alsó vidéken, hogy úgy mondjam, szintén van még lovas élet. Szajfolt József Mihály, elnézést Mihály mutatta be tulajdonképpen ott először a pejlovát, ami szerintem nekem rettenetesen tetszett, és aki egy kicsit lóhoz értő szakember ott volt, az látta, hogy a hosszú szlalomban milyen gyönyörűen hol jobb kézben, hol bal kézben galoppozott a pejkancó, ugye? Ha jól emlékszek rá. És Vörös Balázs, ha jól tudom, ott nyert először, ugye? Nem látom. Ugye Vörös Balázs ott már megvillantotta egy kicsit a tudást, és ott mindenkit porrá vert, hogy úgy mondjam. De nagyon fantasztikus verseny volt. A következő Zirc volt a helyszín, ahol szintén sikerült egy vizes árkot beépíteni. Nagyon sok a körömére, valakinek a bánatára. Egy kicsit ott is eláztunk kívülről. A pálya nagyon vizes volt, de úgy gondolom, hogy Aschenberger György is megirigyelte volna, hogy a Spaniterek VRC módjára ugye közlekedtek a V-alakú szlalom akadályokba, és volt egy fantasztikus mutatványa. Tudja már a kezét felvenni a viadalút. Ifjú Vörös Józsefnek, aki úgy gondolta, hogy nem csak át lehet, meg lehet kerülni a bálákat, át is lehet ugratni. Ugye? De Spaniterrel együtt. Kisebb-nagyobb sikerre sikerült, és hála Isten baleset nélkül lezajlott. És a végül is az utolsó verseny volt a Csetényi, ahol szintén egy nagyon jó pályát sikerült építeni, ahhoz képest, hogy a terület elég kicsike volt, de úgy gondolom, hogy az a murvás pálya, ez szintén hozzátette ahhoz, hogy milyen látványos is tud lenni egy ilyen fogadhajtó verseny. Köszönet Varga Zsoltnak, akit nem látok itt sajnos, bár az előbb én találkoztam vele, kis technikai problémája akadt a sárga kis lovával, és mondta, hogy nem tud jönni, így van, de a verseny itt is fantasztikus volt, és már lehetett látni, hogy tulajdonképpen ennek a versenynek a közeljövőben szintén lesz sikere. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy ebben a versenysorozatban 93 versenyző vett részt. Ez úgy gondolom, hogy ez nem kicsi szám, aki versenyszerűen részt vett. Az indulók száma az több mint 120. De mivel itt van a papír a kezemben, és egyből rátérnék arra is, hogy hogyan sikerült, nem mondhatom, hogy sikerült, hogyan jutottunk el arra a pontra, hogy ki is lett a legjobb gazdafogadhajtó, és hogy a sorrend hogy is állt fel. A sorrend a következő féleképpen állt fel. Van egy úgynevezett pontrendszer. A pontrendszer az 1-től 18-ig terjed. Aki az első helyezést megkapja a versenysorozatba, az kap 18 pontot, a második kap 15-öt, 13, 12, 11 és így süllyed visszafele. A versenybe azokat vettük be, azokat a versenyzőket, akik minimum két versenyen részt vettek és azon eredményt elértek. Azoknak a pontszáma határozta meg azt, hogy tulajdonképpen az évad végére ki hány pontot gyűjtött össze, és ez alapján állt fel a sorrend, hogy a gazdafogadhajtó versenyen ki milyen eredményt ért el. Én egyből hozzá is látnák annak, hogy az eredményt hirdessük, és kezdeném azzal, és nem látom egy az urat Völgyesi Balást, ugye nincs itt a Balázs. Nem tudom, ki tudja neki átadni, aki tulajdonképpen a 17. helyezést érte el. Ugye és a pontrendszer ugye 18-ig tart, de vannak benne döntetlenek, de a döntetlen helyezésekkel együtt 22-23 versenyzők van, tehát úgy gondolom, hogy egy tapsot megérdemel Völgyesi Balázs annak ellenére, hogy nincs itt. Laci átveszi egy emlék. Az ilyet, és kap még egy emlékérmet. Úgy van.
amit Árpolyus György barátunk ad át. Köszönöm, hogy eszem nevét. Így van. Nem tudom, Litéri, ugye, ha jól tudom, a barát Litéri. A 16. Szőke Ernő Szabolcs lett. Gratulálok még egyszer, Szabolcs. Úgy van. 15. helyezett Ferenc Róbert. Ferenc. Gratulálok, Róbert. Köszönöm. Mérem. Köszönöm. 14. helyezett Kovács Tamás. Adiás Kocsó. Szeretném hozzátenni, hogy Tamásnak közben volt egy vakbélműtétje, és ha jól tudom, két versenyt kihagytál. Egyen meg nagyon elásztál belül, ugye? Úgyhogy az már három, tehát a helyezés az egyből adja magát. Ilyet nem tudok kihagyni, szóval ezt nem tudom kihagyni. 13. helyezés, Szajfolt Mihály. Aki tulajdonképpen, uraim, jövőre, ha fog ezen a versenyen indulni, meg lesznek szorítva ott az első hely környékén, mert a Misi nagyon-nagyon jól kezdett, és két versenyen egyből 13. helyezés. És szintén ugye van egy döntetlen helyezettünk, a 13. helyezett lett Jáni Levente is. Gratulálunk, Levente. A 12. helyezett Schmidt Attila. Mi versenyző? Furiózókkal? Nem, Nónimszokkal. Mindig összekeverem. Nezőhegyesi Nónimszok. Úgy van. Gratulálok még egyszer. 12. helyezést ért el szintén Dufek Mihály. Gratulálok, Dufek úr. Gratulálok. 11. helyezettünk, idős Horváth László, aki ilyen csipős látos bemutatót csinál nekünk Gaspanit elfogadva. Vele járt. Köszönöm. 10. helyezésért először is elnézést kérek, ugyanis úgy írtuk fel a versenyző nevét, hogy M. Vörös József, de gondolom mindenki tudja, hogy kiről van szó. A Móri Vörös József. Ezért elnézést kérek, ez az én hibám volt. Semmi gond. Köszönöm szépen. A 9. helyezést mindegy szervező és mindegy versenyző Szöke Ernő érte. Annyit hadd mondjunk el, hogy az első Jászli verseny után hatalmasat fejlődtek. Ezt azért hadd mondjam el. A gyerekek úgy szintén. Igen. A 8. helyezés, hát a faterra rávert, ifjú Horváth László. És a legfiatalabb hajtó. Jó segítséghajtója. Jó segítséghajtója. Gratulálok. Így van. 7. helyezését az az úr kapta, aki számomra már az első versenyre olyan benyomást tett, hogy szinte fantasztikus volt. Kár, hogy kevés kép van róla, de ugye a Jászli versenyen volt az a sáros akadály. És ez az úr fehér nadrágba jött. És szürke lóval. Hát utána nem irigyeltem. Sem az édesanyját, sem aki a lovat pucolta. És az ifjú Szőke Ferenc. Gratulálok! És a 6. helyezettünk, aki utoljára úgy mutatkozott be, hogy úgy szerette a segédhajtó szerepében lenni, hogy más nyakába ül, az Kovács András. Divat! 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 Most értem ide! Kicsit éppen időben! Semmi gond, de úgy kell kijönni, hogy a Józsi nyakába jön. Már! Gratulálunk még egyszer! 6. helyzet, várjál! Adok egy másodat, meg visszatesszük. Gratulálunk! Ugyan.
Gratulálok, Dias. Köszönöm. És az ötödik helyezett egy ösvényi fiatal ember, aki mondhatom, hogy én nagyon régóta is megtaláltam. Mi a Leckó Gábor. A negyedik helyezett az a bálogatós fiatalember. És aki a vadászhajtást istenien szereti. Tehát a gazdafogathajtó verseny nem is, de a vadászhajtást az kihagyni nem sem. Íjattuk, hogy ő nyerte volna. Az biztos. Az messze. Messze. A vadászhajtást. Gratulálunk. 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 És ugye a negyedik helyzet közt ugye holt verseny alakult ki. Ebben a holt versenyben egy olyan ember, olyan versenyzés, olyan hajtó van, aki meglepetésemre úgy lett negyedik helyzet, hogy néha fogata se volt. Ez ugye, aki tudja, hogy kétszer is úgy jött ki a szallagérés a helyezésért, hogy ott állt mellettünk. Megkérdeztem, és a fogat? Kölcsön adtam, vagy éppen. Ez pedig időszőke Ferenc. De mindig jó versenyezni, ugye? A harmadik helyezést egy ösvényi fiatalember nyerte el, aki az első versenyen első lett. Az pedig Dufek Tamás. Gratulálunk! Kap egy oklevelet, kap egy érmet, egy kupát, amit Árkony és Györgyed át. És van egy második helyezettünk, aki ilyen bombaként robbant be. Az első versenyeken nem is találkoztam a nevével. Aztán a harmadik, negyedik versenyen az István barátom úgy mondta be, figyeld, bejött a hűtőszekrénnyel. Mondtam is, hogy... És a végén kiderült, hogy ez egy fantasztikus hajtó lesz ez a ló. Azokat a lovakkal egy fantasztikus hajtás produkált. Ha jól tudom, Zircen kapott egy külön díjat is. De először én Berhidán láttam nagyon precízen és nagyon finoman hajtani, az pedig nem más, mint Vörös Balázs. És sok ilyen versenyzést kívánok én neked, és sok-sok kupát a csetényieknek, neked is, és a csetény falunak. Tapsoljuk meg! És a kezemben itt van a 2006-os évi gazdafogatható bajnokságon elért első helyezés, az az úr, aki minden versenyen részt vett, minden versenyen bebizonyította azt, hogy hogyan lehet ezt a gazdafogathajtó versenyre felépített pályát meghajtani olyan szinten, hogy akkora pont előnnyel győzött, hogy ez valami fantasztikus, és ez nem más, Idős Vörös József! Első helyezésű kupát, és szorítunk, hogy büszkék lehessünk a Vörös családra. Gratulálok. Egy pillanatra megkérném. Én felajánlottam egy vándorkupát, amit első évben most idős megadnak. És szeretném, ha minden versenyen ez ki lenne rakva, hogy mindenki lássa, és hogyha úgy gondolja, akkor ezzel tudjon hajtani egész évben. Gratulálok. És remélem, hogy jövőre is az önő lesz újra. Nagyon hadd legyek büszke a csetényi lósportra. Szeretném elmondani, hogy Csetényben körülbelül 60 darab ló van. Tehát egy nagyon-nagyon lovasfalú Csetény. És az első hatban 4 csetényi fogat volt. És azt hiszem, hogy Csetény nagyon-nagyon büszke lehet
a vörös családra, ugyanis az első hadban mind az öreg és mind a két fia, aki részt vett bent. Úgyhogy tapsoljuk meg a vörös család. Szeretnénk Ló Lászlónak köszönni az egész éves munkáját egy emléklappal a Veszprém megyei fogadhajtó szakák nevében és az összes fogatos nevében. Hát a Lacinak sem ment volna ennyire nagyon ez a bíróskodás, ha nem lett volna nagy segítsége. Én azt hiszem, hogy sokkal nehezebb dolga lett volna, ha a lánya nem kíséri el, Kló Judit. Én szeretnék egy külön díjat Juditnak a munkájáért, amit segített apukájának. Gyere. Úgy gondolom, hogy ez a szezon lement. Remélem, jövőre újra háromszor ennyien, és mindenkinek sok sikert kívánok a közeljövőben, és minden verseny szervezőnek, rendezőnek sikereket, de azt nagyon sokat. Gratulálok nektek! Szeretnék köszönetet mondani a Veszprémi Lovas Szövetségnek, aki a fogadhajtó szövetségnek, aki szakárnak, aki felajánlotta a kupákat, és Árkovics György úr segített ebbe, hogy támogatást kapjunk, úgyhogy én nagyon köszönöm a szakárnak is, és kérem tapsoljuk meg majd, és nagyon-nagyon köszönöm a résztvevőknek. Azt hiszem, hogy ez nem csak egy versenysorozat volt, hanem azt hiszem, hogy nagyon komoly barátságok, ismeretségek, barátságok kötődtek ezen a versenyen, illetve ezeken a versenyeken, és azt hiszem, hogy egyre több barátra lehet mindenki, és nagyon-nagyon köszönöm nektek ezt a versenyt.